Sziasztok, Mohamed Ajda vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Már csak 4 nap is felkerülnek a maszkok, csattannak a fegyverek, és kigyulladnak a lámpák a budapesti szimacsarnokban. Hétfőtől ugyanis megkezdődik a jubileumi 100. vívó világbajnokság Budapesten. A versenyre rekordszámú nevezés érkezett, 106 ország mintegy 1100 sportolója képviselteti magát a 3 fegyvernemben. Bár a VB még el sem kezdődött, már is óriási sikere van. Kiválóságok vannak a hazai vívásban. Ezt a tudást én úgy érzem, hogy a jelenlegi vívó gárda is viszi tovább, Szilágyi Árontól kezdve, akár a női csapat, akár nyilván a férfiak is. Bízunk benne, hogy minél több siker születik majd a világbajnokságon. Ehhez az kell természetesen, hogy túl a felkészülésen, ami viszont megtörtént, mind a vívószövetség, mind az edzők, mind a versenyzők részéről, mind a kormányzati támogatás vonatkozásában mindent megtettünk annak érdekében, hogy sikeres világbajnokságnak adjunk otthon. De hát most már csak a koncentráló képességet kell kialakítani. A szurkolók egyértelműen érmet várnak a magyar csapat legjobbjaitól, a legesélyesebbek erre a világkupai érmeket halmozó férfi kardozóink, illetve a női és a férfi párbajtőrözők. Hát ez az érmet kell, ez egy picit erős szerintem, ez ennyire nem éles. Most kezdek így ebbe beleérni, én is úgy érzem ebbe a legrutinosabb vívó szerepbe, hogy én próbáljam meg mindig a csapatot vinni a hátamon, de nem ugye egyre jobban segítenek a többiek, és ezért egyre könnyebb a dolgom nekem is. 210 fős mamutmezőny van férfi párbajtőr egyéniben. Ott kell kiharcolni azt, hogy a csütörtöki napon a 64 között érdekelt legyen az ember. Én azt gondolom, a saját nevemben tudok beszélni, én szeretném megnyerni a világbajnokságot, úgyhogy ennek a szellemében készülök. A válogatott egyik legrutinosabb tagja, már 4 olimpián is szereplő, 2007-ben a női törcsapattal Gentben Európa bajnoki aranyérmet nyerő Mohamed Ajda. A törekvés vívójának a fizikai felkészülés mellett egy nehezebb problémával is szembe kellett néznie. Ami a felkészülésem során sokszor visszatért, hogy néha többet küzdöttem magammal, mint az ellenfelekkel. Most már csak pár nap van hátra, úgyhogy megpróbálom azokat a mentális dolgokat helyre rakni, ami kell majd ahhoz a pluszhoz, hogy tényleg 100%-osat tudjak teljesíteni. Bár a világbajnokság csak hétfőn kezdődik a férfi kard, illetve a női tör és párbajtör selejtezőivel, aki előbb szeretne megismerkedni a sportág rejtelmeivel, az a Magyar Sportmúzeumban csütörtöktől már megtekintheti a Magyarországi Vívósport története című kiállítást.